Becsöngettek. Ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermekek elkezdték a tanulást, hanem azt is, hogy folytatódik az iskola rendőre program. Megmutatjuk a szakszerű mesterséges lélegeztetést, amivel életeket menthetünk meg a mentők kiérkezéséig, és foglalkozunk a rendszámtáblák lecserélésével is. Vége a vakációnak, elkezdődött a tanév. A gyermekek ilyenkor tömegesen iskolába indulnak, és egyszerre vannak jelen a mindennapi közlekedésben. Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság 20 éve rendszeresen folytatja egy hónapig tartó tanévkezdeti kampányát. A cél, hogy az iskolások minél kevesebb közlekedési veszélynek legyenek kitéve. Az elmúlt éves statisztikáiból ez jól kimutatható, hogy amikor az iskolarendőre program nagyon aktívan működik, az iskola kezdési idejével egyidejűleg, akkor szinte a nulláról a gyerek balesetek száma, nem volt baleset a gyermekek tekintetében. Meddig tart ez a program? Nagyon szűken egy hónapig tart, de azért mi igyekszünk a következő időszakot is preferálni, és igyekszünk arra odafigyelni polgárőkkel, közszeretfegyülekkel közösen, a gyerekek biztonságos közlekedési megoldhatóvá váljon. A tanévkezdeti kampánnyal egy időben folytatódik az első alkalommal 2008. szeptemberében elindított iskola rendőre program is. Az iskola rendőrének mi a feladata? Közvetlen kapcsolattartás a tanárokkal, szülőkkel, diákokkal, különböző fórumokon való megjelenés, gyerekprogramok szervezése, közlekedésbiztonsági programok szervezése, kresszvetélkedés, kresszoktatás. Talán ezzel is elő tudják segíteni azt, hogy gyerekek biztonságosan közlekedhessenek, valamint egyrészt ennek van egy bűnmegelőzési jellegű oktató tevékenysége is. Magyarország új középtávú közúti közlekedésbiztonsági akcióprogramjának részeként a Superbringa program idén szeptembertől szintén folytatódik. Az iskolarendőrök az oktatási intézményekben vizsgálják át a gyermekek által használt kerékpárokat. Amennyiben a jármű az előírásoknak megfelel, a kerékpár vázára egy Superbringa igazolást, vagyis egy műszaki vizsgamatricát ragasztanak fel. Az akció továbbra is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Közlekedéstudományi Intézet és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának együttműködésével valósul meg. Már 4 éve vesz részt az iskolánk az iskolarendőre programban. Annyiban új ez a tanév, először is, hogy nyilván itt volt az országos tanévnyitó, másrészt pedig azért, mert hogy új iskolarendőrök lettek a Hermanban, és abban a szerencsében van részünk, hogy 2 egyenruhás rendőrünk van most már. Egy férfi és egy hölgy. Nagyon nagy respektje van az iskolarendőröknek. Azt kell tudni, a kicsiknél a rendőr, főleg a rendőr egyenruha egy ilyen varázslatos imidzset kelt, és hogy nagyon-nagyon szeretik az iskolarendőröket. A kicsik azok szinte ölelgetik őket ugyanúgy, mint a tanítókat, és a nagyok is nagyon felnéznek rájuk. Azt tudni kell, hogy a 7.-8. osztályban, amikor elkezdődik már a büntethetőség időszaka, akkor külön előadást tartanak nekik, és bizony látom a 7.-eseken, 8.-osokon, hogy nagyon komolyan figyelik ezeket az előadásokat. Nagyon szoros a kapcsolat a rendőrséggel már évek óta. Rendszeresen jönnek osztályfőnöki órákra, külön előadásokat tartani, illetve közlekedésbiztonsági napokat tartunk az iskolarendőrök segítségével. A Herman mindig is nagyon fontosnak tartotta a közlekedésre nevelést. Nálunk volt ugye az országban az első kerékpáros jogosítványátadás is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a program ez már 4 éve sikeres, de talán most új lendületet fog majd venni. Természetesen a szülők is bekapcsolódnak ebbe a programban, nagyon szívesen jönnek el hétvégente a közlekedésbiztonsági napjainkra, és bizony ebben a tekintetben azt lehet mondani, hogy a szülők a neveltek, a frissen végzett tanulók szokták őket rendre inteni, amikor szabálytalankodnak. Az udvar hátsó részénél szoktunk felállítani biciklis pályát, azon szoktunk végigmenni, meg bent elméletet szoktunk gyakorolni. Szerintem jól megy nekem. Uram, jó napot, jól van? Haló? Segítség! Nem csak közúti balesetkor szembesülhetünk azzal a helyzettel, hogy valakinek leáll a keringése. Egy sérült betegembernél, amennyiben légzés ellenőrzésnél azt tapasztaljuk, hogy nincs légzés, akkor azonnal megkezdhetjük az újraélesztést, mert az életét menthetjük meg. Időközben haladéktalanul hívjuk a mentőket, és az ő kiérkezősökig alkalmazzuk a mellkompressziókat. Ilyenkor jól jöhet más segítsége is.
Tehát a segítőket be lehet vonni akár a mentőláda odahozatalára, akár defibrillátort, hogy hozzanak a helyszínre, illetve a mentőket, hogy értesítsék. Megnézem, hogy lélegzik-e az illető, fej hátraszegése, ezáltal átjárható légutat tudok neki biztosítani. Majd utána közel hajolok a szájához, illetve az orrához, és nézem a mellkasnak az emelkedését és süllyedését. Külső segítség hiány is sokat tehetünk. Ha 10 másodpercen belül két légvétel történik, akkor eszméletlen a sérült. Ha ennél kevesebb, akkor valószínűleg nincs keringése, és rajtunk múlhat az élete. Amennyiben hörgő hangot hallok, tehát én... valamilyen hasonló hangot hallok, akkor azt mondom, hogy ez is ugyanúgy a keringés megállással egyenértékű jel, ez az agonális légzés. A betegünket elkezdem haladéktalanul újraéleszteni, a mellkas kompressziókat, a helyét pontosan meg tudjuk határozni, hiszen a mellkas közepét fogjuk nyomni. Itt a szedcsontunk alsó felénél a tenyér éllel fog történni, a tenyérgyökkel történik ez a nyomás, méghozzá ráhelyezem a kezemet, majd utána nyújtott karral, nyújtott könyökkel fogok a beteg fölé hajolni, az ujjakat hátrahúzom, hogy minél kisebb, tehát ténylegesen csak ezen a kis részen történjen a nyomás. 5-6 cm mélységig kell lenyomni a mellkast, minimum 100, maximum 120 per perces gyakorisággal, a lehető legegyenletesebben. 30 mellkas kompresszió után következik, ismételten az, hogy átjárató légutat biztosítok, és befújás, azaz kettő befújás jön egymás után. Jelen pillanatban a szájába fújtam be, viszont az orrát az befogtam. Hogyha a magyar verziót választanánk, azaz az orrába történő befújást fogjuk választani, akkor ugyanúgy a száját zárjuk a betegünknek. A befújások egy másodpercig tartsanak, és a mellkas emelkedésével ellenőrizhető, hogy jó helyre ment a levegő. Az autós mentőládákban már lélegeztető maszk is található. Higiéniai okokból ezt is használhatjuk, ha lehetőség van rá. Természetesen a befújás után egyből a mellkas kompresszióval fogjuk folytatni. A két mellkas kompresszió között, tehát a 30 mellkas kompresszió között törekedjünk arra, hogy 5 másodpercnél több időt ne töltsünk el a befújásnak. Fáradtság esetén egy segítő is folytathatja az újraélesztést a mentő kiérkezéséig, akik már szakszerű ellátást tudnak biztosítani a betegnek. A kormány még ebben az évben határoz arról, hogy lecserélteti-e a rendszámokat. Ugyanis az az ötlet merült fel, hogy a mostanival szemben a gépjármű tulajdonos lakóhelyére utaló táblákat kellene használni. Csak úgy, mint mondjuk Németországban. Ha egy kicsit körültekintünk az országokban, akkor Németországban talán a méret az, ami ezt a dolgot indokolja, hisz területében és lélekszámában az ország sokkal nagyobb. Ugye mi is áttérhettünk volna akkor, amikor ugye elfogytak a rendszám lehetőségek, és a két betű négy számból lett ugye ez az új három betű háromszámos változat, akkor ez a rendszám változat is lehetőségek között volt, mert nem vezettük be akkor. Eme felvetésre még nem kaptunk választ. Ám azt már tudjuk, hogy a területi alapú rendszámok bevezetése után az állampolgárok érzékelni fogják, hogy egyszerűsödik a gépjárművek forgalomba helyezése, a forgalmi engedélyek és a jogosítványok kiadása is. A Magyar Autós Nagy Koalíció viszont indokolatlannak tartja a rendszámcserét. Nem gondolt senki bele abba, hogy ez nem csak egy rendszámcseréről szól. Onnantól kezdve ki kell cserélnünk azonnal a forgalmi engedélyünket is, hisz a kettő összefügg. A törzskönyvnek a cseréje is indokolttá válik. Ha valakinek évközben van a cseréje és véletlenül éves autópálya matricája van, az pár ezer forintos átírási illetékről szól. És akkor sorolhatjuk tovább, hogy az önkormányzati parkolókártyáktól kezdve a banki szerződéseknél, a hitelszerződéseknél a szerződésmódosítások mennyi papírmunkával járnak, nem is beszélve a kötelező biztosításoknak a dolgáról, és az sem dőlt el még, legalábbis mi nem tudunk róla, hogy ez dombornyomású rendszám lesz, vagy pedig matrica lesz mellé ragasztva, mind a kettő változat fut, és abban a pillanatban, hogyha én véletlenül a munkám miatt elköltözök egy másik járásba, akkor vélhetően a rendszámomat is újra kell cserélni az állandó lakhelyem szerint. Innentől kezdve egy olyan hosszú procedúrának vagyok kitéve, és több tízezer forintos költségnek,
aminek a másik oldalán szeretnénk tudni, hogy mi az eredménye, mi a hozadéka, és mit érünk el vele. A járművek rendszámtáblájának cseréjét többek között azzal is indokolják a kormányban, hogy a járművek területi hovatartozását feltüntető új rendszámok segítenék a bűnmegelőzést. Mert a rendőrség könnyebben kiszúrhatná, ha az ország egy másik részéből való autó tűnik fel az adott vidéken, vagy egy bűncselekmény helyszínén. Kíváncsian várom, amikor a parlamentnek ezt a törvénytervezetet be fogják nyújtani. Az mögé nagyon komoly hatástanulmányokat kell tenni. Ugye beszélgetnek, mondanak olyan dolgokat, hogy ez vélhetően a bűnözés ellen jó lesz, mert hogy a rendőr majd látni fogja, hogy nem az adott élőhelyen járásban lévő jármű közlekedik ott. Mondjuk én láttam már olyan hülyét, aki a saját autóval ment lopni, de azért talán nem jellemző. Sokkal inkább vannak most olyan esetek, amikor a külföldi rendszámot hamisítják, ráteszik egy lopott járműre, pésrendszámmal közlekednek, és ahogy látom, a járő nem nagyon állítja meg. A műsor támogatója a Bridgestone Magyarország Kft. A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság négy keréken, külföldön is. A műsor támogatója az Állami Autópálya Kezelő Zrt.